Mérlegen a család és a munkahely, karcagon a Madarász Imre Egyesített óvodában, CP kötőjel, CBM kötőjel 22, kötőjel 0118. A családokért felelős államtitkárság megbízásából az emberi erőforrás támogatás kezelő nyílt pályázatot hirdetett családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatására. A pályázat célja olyan családbarát munkahelyek kialakítását és fejlesztését megvalósító munkahelyi családbarát programok támogatása, melyek elősegítik a munka és magánélet összeegyeztetését, a családi, magánéleti és munkahelyi kötelezettségek összehangolását. A pályázat támogatni kívánja azokat a családbarát munkahelyi gyakorlatokat és politikákat, a munka és családi élet összehangolását elősegítő intézkedéseket és fejlesztéseket, melyek hozzájárulnak egy cél hatékony megvalósításához. A Madarász Imre Egyesített Óvoda 2022. márciusában benyújtotta pályázatát a családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása. Kód CP kötőjel CBM kötőjel 22 című pályázatára, mely a döntést követően 2 millió forint visszanemtérítendő támogatásba részesült, valamint jogosultá vált a családbarát munkahely cím használatára is. Intézményünk 2023. május 27-én valósította meg a pályázatban vállalt programját, melynek az Akácliget gyógy- és strandfürdő rendezvényközpont adott otthont. A rendezvényt dr. Pintér Zoltán Árpád önkormányzati képviselő úr nyitotta meg. A családi napi rendezvény házi asszonya Balajtin és Sütő Margit a Madarász Imre Egyesített Óvoda intézményvezető helyettese volt. Zumba bemutatóval, Andi zenés műsorával, óriás buborék a Körönvirág együttes koncertjével, valamint Rigó Zoltán Lufi Bohóc műsorával kedveskedtünk a résztvevő családoknak. Egész napos programként, kézműves tevékenységeken, sportprogramokon vehettek részt az érdeklődők. Filmklubot is szerveztünk, ahol klasszikus meséket és az Indula Bakterház című filmet vetítettük. A rendezvény alatt háromszori étkezés volt biztosított, 10 órai ebéd és uzsonna is. A rendezvényen intézményünk dolgozói és családtagjai közel 170 fővel vettek részt. Az időjárás is kedvezett a rendezvény napján, számos élménnyel gazdagodva tértek haza az intézményünk dolgozói és családtagjai.